A székesfehérvári Royal Gym erőemelői Komáromban országos bajnokságon vettek részt, és több éremmel tértek haza. A klub harmadik éve működik, és ér el sikereket hazánkban, valamint Európában egyaránt. Az április utolsó hétvégén rendezett viadalon 2 arany, 3 ezüst és 1 bronzérem került a fehérvári versenyzők nyakába, amivel az egyesület vezetője Molnár Zsolt is elégedett volt. Meg vagyok elégedve mindenkivel, 6 versenyzővel indult a Royal Gym, mind a 6 versenyzőnk érmet szerzett, 2 aranyérmünk lett, 3 ezüst és 1 bronzérem. 2 fiatal új versenyzőnk volt, ők juniorkorúak, nagyon meg vagyunk velük elégedve még egyszer, a Mester István és a Tóth Dávid, ők nekik a első versenyük. A tapasztaltabb a Kozák László, aki nagyon szintén remekül szerepelt. A mínusz 140 kg-osok mezőnyében 865 kg-os összetett teljesítménnyel Kozák László ezüstérmet szerzett. Az összesített eredményem az 865 kg volt. Googolással kezdtünk, ott mind a 3 fogásom jó volt. 3-10, 3-20 és 3-30-as kilókat teljesítettem, utána folytatódott a fekvenyomással, fekvenyomásba 2-20-on kezdtem, 2-30-al folytattam, és 2-35 volt a harmadik fogásom, amit sajnos rontottam. Felhúzásom az 2-90 volt, 305-ön folytattam, és ott a 3-10-es próbálkozásom az éppen, hogy nem sikerült, kiesett a kezemből. Az élet nem áll meg az országos bajnokság után sem, sőt, június 6-a és 9-e között az ausztriai Hornban rendezik az Európa-bajnokságot, ahol Kozák László és Molnár Zsolt egyaránt a minél jobb helyezés elérésének reményében ragadja meg a súlyokat, de titkon mindketten a dobogós szereplésben bíznak.